azért érdemes megtanulni ezt az egészet, mert mindenkinek kéznél van a keze. És ezzel csodálatos dolgokat lehet csinálni. Az nem véletlen, hogy a 24 kétnapos tanfolyam alatt több mint 100 EFT technikát tanultatok meg. Minden további tanfolyam egy következő lépcső volt. Aztán ilyen nagyobb ugrások voltak, és volt, hogy azt éreztem, hogy egy 10 emeletes nagyságú lépcsőt ugrottam meg. És azért csináltam végig ezt a képzést, mert számomra nagyon fontos az önismeret, a személyiségfejlődés, mind a mellett, hogy szakmai tapasztalatra is szertettem. Olyan belső úton kezdtem el járni, amihez nem jutottam hozzá semmilyen más úton. Egyértelmű volt, hogy én ebben profivá szeretnék válni, mert hihetetlen technikát kaptam a kezembe, ami a görcsök oldásához, a problémák megoldásához vezet. Az EFT 3-as tanfolyamon jöttem arra rá, hogy nem elég még mindig az a tudás, amit ott megszereztem, és megnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak még, akkor a műhelyi gyakorlatok közül nem tudtam gyakorlatilag választani, és így gondoltam, hogy mindet szeretném kipróbálni. Az 1-es tanfolyamon kinyílik egy kapu, és tovább szeretnétek tanulni, mert kíváncsisággal tölt el, hogy mi van még. Az összes tanfolyam úgy van felépítve az EFT Akadémián, hogy újabb és újabb kapukat nyit. Mindenkinek ajánlom, aki szebbé jobbá akarja tenni az életét és nyitott a változásra. Egyre többet és többet tudtam róla, és egyre többet és többet szerettem volna én is a velem kapcsolatban állóknak átadni. Meg kell tanítanom másoknak is, előtört a pedagógus vénám. Aztán megtudtam, hogy Sági Andrásnál lehet a 3-as és a 4-es szintet elvégezni, és onnantól nem volt megállás. Tovább és tovább üzött és hajtott a vágy, hogy minél többet tudjak, és minél többet tudjak segíteni, akkor már nem csak az édesapámnak, hanem a környezetemben a barátaimnak. Folyamatosan napra készen tartjuk a tudást, tehát a tanfolyam mindig azt tükrözi, amit jelenleg egyáltalán tudni lehet az EFT-ről. Ezen kívül ez a tanfolyam nem arról szól, hogy beletöltjük az emberek fejébe azt, hogy mit kellene tudni az EFT-ről, hanem ez nagyon gyakorlati tanfolyam. Tehát folyamatosan gyakoroljuk a tanult technikákat. Itt vannak bemutatók, vannak páros gyakorlatok és vannak csoportos gyakorlatok. Tehát egy-egy tanfolyam során olyan módon tanuljuk meg az EFT-nek a fogásait és technikáit, hogy a tanfolyam végére készségszinten, tehát minden kétnapos tanfolyam végére az ott tanultak készségszinten rendelkezésre állnak. Tehát aki ezen részt vesz, minden egyes alkalommal tovább fejlődik. Egész egyszerűen ennek nem lehet vége, ez olyan csodálatos dolog, mindig van valami új.